Na sziasztok, Csajszi barackok! Csapó 5, folytatjuk, mindent folytatunk. És most, még mielőtt így folytatnánk az edzést, elmegyek, halászok nektek cápát! Halászok cápát! Mert csak! Úgyhogy, szóval múltkor is már pecáztunk egyet, most egy kicsit nagyobb vizekre elvezünk. Na hajrá, pörgessük fel itt az eseményeket. Igen, elfelejtettem, hogy még előtte a heringet kell fogni. Na, menjünk, fogjunk heringet! Haringet! Hering, more. More hering. És 5 milliós kérdés. Van-e nálam pecabot? Tudom lógatni a botomat? A válasz van. Tehát akkor nekem most van 5 millióm. De jó lenne nekem. Mit tudnék abból venni? Ti mit vennétek 5 millióból? Én annyi mindent, hogy meg nem is tudom rögtön, oké, ezt jól meg azt mondtam megint. Én nem is tudnám most elmondani, hogy mit vennék belőle. Majd írjátok meg kommentbe, hogy ti mit vennétek. Kíváncsi vagyok. Elfogva. Miért nem kifogva? Ezt mondjuk nem értem, de mindegy, biztos megvan ennek is a megfelelő, hát nem is tudom, hogy mondjam, forrása, hogy ez miért így van megcsinálva, de ez még egy ilyen elfogadható kis írásmód. És figyeljétek, itt a mellettem levő leányzót, akivel versenyeztem, az mit lógat? Mert én nem látok a kezében semmit. Még általában szoktam látni. Most nézzétek meg! Most azt néztem, hogy mi van a kezében, és nem figyeltem közben, hogy nekem meg kifoghattam volna már. Látjátok, nem fog semmit. Mi ez a beállás? Hónaj szőr nincsen? Ki tudja, eltakarja a kabátkája. Pulóvere. De nem akarom tudni, hogy, hogy milyen dzsumboly van ott alul. Nem tudom, milyenre csinálták a kedves készítők ezeket a karaktereket. De nem megyek bele ilyenekbe. Na. Ez az! Akkor menjünk. Létezik egy hal, nagyra becsült, amelyet egy egész életen át próbáltam kifogni, ám nem sikerült, hát nem csodálom. Ilyen fejjel közeledbe nem menne. Még a vacsorájának se. Na hát akkor morba találkozunk. Igen, amint látjátok, nem morba vagyunk, mert a hülye fejemmel ugyebár, amit az előző videóban már említettem, hogy elnéztem itt a dolgokat, és rohadtul nem oda kellett volna menni, de persze én oda mentem, mert hát miért ne? Mindegy, nem probléma, a térképet nézni luxus, de fogjuk ki, ezt figyeljétek! Azt a mekkora vagy! Te orrodat is megütögessem egy fabottal? Szívesen megteszem. És már nem azért, de hogyha csak logikát nézünk. Hogy tud egy ilyen kislány karakter a játékban kifogni egy cápát? Azt azért megnézném, ez olyan, mint hogyha én oda mennék, és azt mondanám, hogy na, én most belógatom ide a bocsot, mert majd biztos ráharap egy cápa, aztán majd jó megzabál. Megkarmol szerintetek a kis szexuális fogsorával? Mindjárt meglátjuk. Hát, eddig nem sok minden történt. Egy kicsit lassú voltál. Jó, oké. Te meg hülye vagy. Na, mit szólsz hozzá? Melyikünknek, ciki? Hát ez nem igaz, és előbb lenyomom. Oj, Istenem. Nem szeretek pecázni. És a vödör miért lóg a semmibe? Hát, na jó. Úgy tűnik ez már megint kezdem az én napommal válni. Mondom én. Istenem. Gyere már ide. Szutyok már is. Gyere már. Ez az. Ó, azt a, ezt figyeljétek! Ez Mr. Evil. Egy protkó. Protkó. Ennyi, kész, egy protkó. Figyeljétek, hogy világít Sanyika, pedig még fekete is van bönne. A másik Sanyi, ami full fehér, teljesen világít. Az foszforeszkáló macska. Na, hát akkor menjünk leadni. Ne dob ki, ne dob ki, ne dob ki, ne. Ez az! Ez az! Ú, mennyi manit kaptunk!
Meg kaptunk egy ilyen szalagot is. Milyen szalag? Persze, másik oldal. Ezt mindig elfelejtem. Jaj, de szexuális. Csak kár, hogy pont ott van a Star Rider csillag, és ez úgy valahogy nem passzentos. De nem baj, nem baj. Nekem tetszik. Nagyon szexuális. 3 éve. Hát akkor menjünk tovább. Igen, ebben most nem nagyon volt edzés, de majd most neki fogunk. Most aztán úgy neki fogunk. Főleg, hogy nem is ez a répke. Majd megálltam. Megijedtem a réptől. Ilyen az én formám. Kivételesen jó kompresszáltam. Ilyen nem sűrűn fordul elő. Gassa! Gassa Candle Water. Cukorvíz. Vizes cukor. Vízcukor. Mik ezek a nevek? Könyörgöm. Itt imádkozzunk, hogy átenged mindenhol. Hát nem jött össze. Már az elején, már itt megalapozta nekem a kezdést. Ha mondom én. Hoppa. Mély szakadékba zuhantam. Ti láttátok volna, hogy mély szakadékba zuhantam? Komolyan. Ti láttátok? Biztos vak vagyok. Esélyes, ugye? És megint túlmentem volna. Ingrid. Ne! Istenem, basszus kócs, hát ebből újrakezdés lesz, én már most látom. Jó, itt beakadok a tökökbe. A tökömet belétek, tökök. Ilyen tökök vagytok. Ez az... Ez az. Na, kezdődik megint. És kijelölt be. Ingrid Watersmith, jó van, most már megvan a neved, köszi. Jó, itt akkor lassan megyek. Hát ez nem igaz. Nyom a space, miért nem ugrik itt? Hát ez nem igaz. Nem áll! Itt mindig beakadok, de tényleg. De miért? Miért? Mi vagy velem ilyen gonosz? Nem mondok semmit, jó? Találjátok ki szerintem. Nagyon jó, tudjátok, hogy mit akarok erre mondani, de nem szeretném azt mondani. Yeah, Lobad egy szinte feljebb lépett, király! Hát ez nem igaz. Mit csúsztam már amúgy, láttátok? Hát komolyan mondom, ez egy új művészet lesz tényleg. Megtanulok ki a korcsolyázni a játékban is. Yeah, ez az! Elsőre lementünk, hát ez nekem világi boldogság. Egyéni rekord. Nem is tudtam róla. Akaratomon kívül is. 2 szeket rövidítettem, az még nem is olyan rossz ahhoz képest, hogy elég régóta nem tudtam megdönteni. De amióta ezt az angolt edzem, romlik nem olyan régóta, ugyebár csak 8 szintes azóta, amint láttátok, nem döntöttem rekordot, úgyhogy ezt most elkönyvelem. Guinness rekord.
Tudunk csúszni? Ah, nem is volt olyan rossz. Láttátok, hogy ráálltam a fára? Király vagyok. Na most nem repültem el, helyette bevertem a lovamat. Hát ez... szégyenletes. Na ennyi lett volna a mai videó, köszönöm szépen a megtekintést, Csajci Balaszkok, és legközelebb majd jelentkezem. Sziasztok!